Rendkívül nehéz helyzetben fogadja a Natur Texas TS Sedák a tavaly ezüstérmes nemzetközi kupa induló Aegis Körmend együttesét. Nagy tisztelettel köszöntöm a Szeged Televízió nézőit. Srecko Sekulovics mesternek sérülés problémái is vannak, a keret sem akar összeállni, és a forma sem az igazi. Innen kellene valahogy visszakormányozni a tiszapartiakat. A győzelem a siker útjára, de lássuk be, erre nem feltétlen ezen a mai találkozón van a legnagyobb esély. Lássuk, ki kell vág neki a mai találkozónak a két tréner. Kezdjük először a piros mezben szereplő vendég csapat összeállításával. Egyessel Jordan Varnado, kettessel Takács Kristóf, négyessel Taylor Travis, ötössel Aaron Castrati, hetessel Durázi Christopher, tízessel Kozma Gergő, 13-assal Ralph Martinez, 14-essel Justin Edwards, 15-össel a csapatkapitány Ferenc Csaba, 20-assal Német Ákos, 21-essel Stefan Filipovics és 44-essel Frank Turner. A Naturtex SDE összeállítása pedig 1-essel egy nagy visszatérő Mike János, 4-essel Brian Ashbury, 5-össel Trasher Nándor, 11-essel Balogh Szilárd, 19-essel csapatkapitány Ante Krapic, 20-assal Majer Ákos, 27-essel Olasz Ádám, 31-essel Kerpel Frónius Balázs, 32-essel Kovács Ádám, 35-essel Polányi Kristóf, 42-essel Káposzta Kristóf és 44-essel Maurice Curry. A szegediek kispadján Srecko Sekulovics, míg az Aegis Körmend együttesénél Matthias Zollner. Adós vagyok még a három játékvezető nevével, ők nem más, mint Gellért, kapitány Gellért, Nagy Viktor és Farkas Gábor, ők fújják majd a sípot ezen a mai találkozón. És mint mondtam, vannak problémák, nem is kevés a Naturtex SZTS Edeák házatáján. Ugye volt változás a keretben, a hétre is jutott egy, ez pedig nem más, hogy a klub felbontotta a legfrissebben igazolt idegen légiósa Cameron Naylor szerződését, az amerikai játékos mindössze egy találkozón szerepelt, két edzésen nem jelent meg, így szerződés szegés miatt, hát idő előtt véget ért Sedákos karrierje. Január utolsó napjaiban érkezett egyébként Milos Milisavljevic helyére, aki később Kecskemétre igazolt, Stefan Balmazovic is szezon közben vette a kalapját, őt szabadlistára tette a klub, úgyhogy egyáltalán nincs könnyű helyzetben a Naturtex SZTS Sedák, mert hogy az egyedüli NB1 csoportos csapat, amely jelenleg három idegen légióssal szerepel a bajnokságban. Van viszont két visszatérő, Mike János, illetve 32-essel Kovács Ádám. Előbbi sérülésből, hosszú-hosszú sérülésből tért vissza a Sedák együttesébe, Kovács Ádám pedig már egyszer szerepelt a 2017-2018-as idényben Szegeden. Igaz, akkor nem sikerült annyira maradandót alkotnia, hát ha most egy kicsit jobban sikerül a visszatérése, ő egyébként Veszprémből tért vissza Szegedre. Kevesebb, mint 2 perc van a kezdő sípszóig. Abban reménykedhet esetleg a Sedák és a publikum, hogy talán egy kicsit a fáradtság jele az ott van a körmendieken, hiszen a hétközben még egy Európa Kupa találkozón szerepelt a Körmend, a Zwolle együttesét sikerült legyőznie, azonban ez nem ért továbbjutás, hiszen a Ventspils idegenben vágott vissza a Kijevnek az a járapontos vereségért. Hogyha nem ez az eredmény született volna, akkor bizony a Körmend a második helyen tovább ment volna a csoportjából, így viszont a Ventspils lett a csoport első, a Kijev a második helyen jutott tovább. És hát nagy kérdés, hogy a csapat egyik legnagyobb ászát mennyire meri majd használni ezen a mai találkozón Matthias Zollner. Itt Jaden Varnadóról van szó, hiszen egy elég csúnyát esett ezen az Európa Kupa találkozón. Ráesett a csuklójára, le is kellett cserélni, azonban a vizsgálatok alapján szerencsére nincsen törése. Nyilván nem volt kellemes, sőt nagyon fájdalmas sérülés volt, de legalább súlyos következményekkel nem járt. Reméljük, hogy azért a forma, a formáját azt nem most fogja majd ezen a találkozón visszanyerni és ismét megmutatni, hogy miért olyan jó játékos. Egyelőre úgy látom, hogy bizony ott van a kezdőben. A Naturtex SZTS Sedák egyébként Kerpel Frónius Balázsa, Ante Krapicsa, Brian Ashburyvel, Kovács Ádámmal és Maurice Currivel
kezdőtösiben vág neki ennek a találkozónak. Nincsen Virt Ádám, valamint Kerpel Frónius Gáspár, mindketten sérülés miatt nézik csak a, hát nem azt mondom, hogy a lelátóral a találkozót, mert ott vannak a kispadon, de nem öltöztek át, mint ahogy Vágvölgyi Ákos sem. Ashbury és Travis Taylor a kezdőkörben. Ashbury-re minden tekintet, minden bizonnyal nehéz mérkőzés vár, hogyha a lepattanózást vesszük figyelembe, mert Travis Taylor bizony ott van az élmezőnyben az NBA A-csoportban, ami a lepattanózást illeti. De hát Ashbury-t sem kell félteni. Vendégek hozzák el a labdát. Turner. Ferenc. Kerpel Frónius Balázsra fújnak egy faltot. Úgyhogy az alapvonalról jöhet majd a körment. Varnado tovább. Edwards. Lejön ez a tripla. Azonban Taylor visszateszi, és betáncol a labda a gyűrűbe. Krapics hozza gyorsan játékba a labdát. Kovács. Curry. Kerpel Frónius. Szép összjáték volt Ashbury-vel. 2-2. Le a sarokba, teljesen üresen dobhatott onnan Justin Edwards, de nem volt jó a tripla kísérlete. Ashbury kap egy nagyon szép labdát. 4-2. Frónius és Krapics duplázná be ellenfelét, azonban egy olyan nagy zsák a vége Taylortól. A körmend a tabella második helyéről várhatta ezt az összecsapást. A Naturtex STS Szedák is a második, igaz, alulról. Mind a két csapatnak nagy szüksége lenne a győzelemre. Ante Krapics egy triplával. A csapatkapitány szerzi a találkozó első három pontosát. Ferenc, nem jön a válasz. Egy szabálytalan zárást reklamál a közönség. Varnado, kimarad az ittszere. Krapics. Curry. Két amerikai játszik össze. Krapics lepattintja, most dobja el. Varnado! Beleütött, viszont jó a tripla! Ante Krapics! A három pontot beírják, és még egy büntető is jöhet. Micsoda kezdés a horváttól! A büntető azonban lejön. Turner kapja. Ez egy szegedi lábról ment ki. Úgyhogy marad a labda a vendégeknél. Turner. Varnado, ez sem jó. Egyelőre 2-ből 2. Jordan Varnádónak, és Kovács Ádám egy zicserrel. Megvan a visszatérő Kovács Ádám első pontjai régi új játékosnak. 12-4, eddig a kezdés az abszolút rendben van. A tripla, ez sem jó, viszont a lepattanót leszedi Taylor.
ez sem jó a vendégektől. Viszont marad a labda a körmentnél. Edwards. Szépen csinált magának helyet, Ashbury nem akarta bántani. 12-6, Curry hozhatja a labdát. Belepiszkálnak, nem sikerül szabadulni a Currynek a labdától, ránéz a támadó időre, és beleáll a triplába, azonban kicsit homály volt, de Krapić remek ütemben startolt rá a lepattanóra. Ante Krapić ihletett formában kezd. 8 pontnál már a horvát. És Curry szerez labdát, amivel Kerpelfronius Balázs megy. Gyors kontra már nem lehet belőle, de akkor így van, fel kell állni, fel kell építeni a támadást. Beduplázzák Curryt, nehogy lépés legyen, és amiért vegyék el a labdát, Krapić. 5 másodperc, el kell dobni. Nagyon kiszorított helyzetből Ante Krapić. Nem jó ez a triplája. Ez a kísérlete is Leon Varnádónak. Jött azonban egy fújás. És ezt talán vissza is fogják nézni a játékvezetők. A palánk alatt lehetett valami turpisság. Így van, vissza is nézi a két játékvezető a történteket. Szóval a Körment 48 órán belül játsza most második találkozóját. Mint említettem, az Európa Kupa találkozó után. Délelőtt még mozgott egyet tegnap a csapat, majd mai napon pénteken utazott Szegedre az együttes, és bizony itt még délelőtt egy frissítő edzés még szerepelt a csapat programjában. Curry dobhat időközben egy büntetőt. Egy csapattechnikai faltot kapott egyébként a Körment, lehet, hogy egy szabálytalan csere volt az oka, és marad a labda a szegedieknél. Curry. Kerpelfronius kapja vissza. Curry megmentette még. A sarokból elég kiszorított helyzetben. És ebben a passzban nem ért bele senki. Eltelik az első játékrész fele időközben. És egyelőre remekül kezdő szedákot láthatunk a pályán. Krapić mellől fordult le Taylor. Curry. Ashbury. Egy az egyben. Beleáll. És a gyűrű segítséggel ugyan, de bent van. Durázi Christopherről vállalta el a dobást Ashbury. Edwards. Nagyon szépen oldotta meg. Hét pontra zárkózik a Körment. Curry. Kicsit Kerpelfronius mögé ment a labda, de megmentette még. Kerpelfronius a sarokból. Lejön a dobása.
Turner. Rövid. Curry hozhatja, most 4-2-ben megy a Szedeák. Aztán Curry egy rossz megoldást választott, de szerencsére ott marad a labda. Megint le a sarokba, ebben most nem állt bele Kerpel Frónius. A cserébe viszont adott egy rossz labdát Krapicsnak. Egy alley-oop. Turázi még megmentette. És időt kér a Naturtex STS Szedeák, mert hogy most egy kicsit beragadni látszik az a támadó gépezet, ami remekül kezdte ezt a találkozót. 15-6-nál 9 pontos Szedeák előny is volt. Onnan viszont dobott 6 pontot a körmend, és csak 2-t a Szedeák. Ez a 17-12 eddig még így is nagyon rendben van, de Sretko Sekulovic mester gondolta, hogy elejét veszi a problémáknak, és még most kikéri az idejét. Ante Krapic remekül kezdett, egyetlen egy hibázott dobása van a mezőnyből, de hát emlékezhetünk, hogy az egy nagyon kierőszakolt, úgymond hát egyetlen nem kidolgozott zicser volt. Ezt már muszáj volt eldobnia. És ugye ez eddig jól néz ki, de hát általában azért a hazai találkozókon az első negyedek jól szoktak kinézni, aztán a végére valahogy mindig elromlik a találkozó összképe. Reméljük, hogy most nem ez lesz a forgatókönyv. Kovács. Neki azért egészen biztosan szoknia kell a ritmust, hiszen másodosztályban a Veszprémben azért nem akkora nagy az iram, mint egy körmend ellen. Egy óriási nagy búrát kapott Durázitól, csak mosolyog kifelé a játékvezetők felé, de volt ott egy lökés is. Egy Kovács jöhet a büntetőről, a büntetővonalról. Az első nem jó. A második sem. Elég olyan érdekes, hirtelen mozdulattal engedte el a labdát. Turner. Ez még dupla lett volna, hogyha bement volna, de nem volt ez egy jó dobás Taylortól. Curry. Nagyon keresni a passz lehetőségét Krapic felé. Most Kovács találja meg a horvátot. Beleérnek a paszba, Ashbury szerencsére magasabb volt ott, mint ellenfele, aztán a végül mégiscsak Turner nevető harmadikként elhozza a labdát, egyedül végig megy, odaütött neki Ashbury, úgyhogy ez így egy dupla plusz kosár. Hát a dupla plusz büntető, bocsánat. 17-14, és még Turner dobhat is. Akár, hogy számoljuk, több mint három és fél perce nem dobott már kosarat a Szedeák itt az első negyed második felében. Úgyhogy ha itt sem születik szegedi pont, akkor az egyenlítésért vagy a vezetés átvételéért támadhat majd a körmend, de nézzük még Curryt. Jó a dupla!
5 pontos már az amerikai irányító. Szép összjáték lett volna, azonban egy icipicit talán magas volt a passz. Curry. Megint egyedül oldalán meg a két alacsony termetű amerikai irányító most egymással szemben. Krapic. Szépen jár körbe a labda. Ezzel ott Taylor az utat Kovács elől. Kovács így is beleáll. Valamit most javított a hibájából az elhibázott két büntető után. Pedig egy szabálytalan zárás, így van. Kovács terült el a földön. Erjön Castrati nézett kérdően a játékvezetőkre, hogy ez most mégis miért volt fault. Úgyhogy lehet tovább építeni a jelenleg 6 pontos előnyt. Curry. Megtalálja Ashbury-t. Curry. Meglepte ezzel a passzal Krapicsot. De talán, hogyha jó az átadása Horvátnak, már akkor se lett volna ideje eldobni. 40 másodperc. Egy támadása még. Biztosan lesz a Szedeáknak. Kovácsi a falt, nem is ellenkezik. Jó sáfárkodott a Szedeák a faltjaival az első negyedben. Castrati megint csak megpróbálkoztak egy alley-oop-pal. Falta vége és két dobás. Taylor. Az első jó. Krapic kapta egyéb iránt a faltot. A második viszont rövid. Castrati menti meg, viszont magas volt a labda Turnernek. Curry, nem kell kapkodni. Nagy rohanásba egyből bele is fújnak a játékvezetők. 27,4 másodperc maradt még a támadó időből. És valamit megint meg kell nézni ott a játékvezetői asztalnál. Labda marad a Szedeáknál. Ítélet nincsen. Aha, támadó idő volt itt a kérdés. Ezzel van még mindig egy kis probléma. 19 másodperc van még hátra a támadó időből, azonban most egy dudaszó az elhangzott. Marad a 19 másodperc, tehát a támadó időből és 27,4 másodperc, tehát az első negyedből. Curry. 10 másodperc. Beleáll a triplába nagyon távolról. Ashbury leszedi a lepattanót, odaadja Krapicsnak, aki pedig bedobja. Turner. Le a sarokba Castrati, beláll a triplába, nem jó. Volt egy pár perces kilengés ott a
Nyolcadik perc környékén, de ezt leszámítva egyébként egy remek kezdés a Naturtex STS Szedáktól. 23-16, 10 percnyi játék után lehet, hogy benne van ebben a körment fáradtsága, de az is egészen biztosan benne van, hogy bizony jól játszik egyelőre a Szedeák. Talán, hogyha támadásbeli kis bizonytalanságokat, megingásokat félre tudná tenni a csapat majd a folytatásra, akkor itt bizony egészen komolyan lehetne reménykedni egy jó eredményben. Ante Krapic előtt le a kalappal, 10 pontig jutott már az első negyedben. Ashbury is, Curry is nagyot melózik, 6 illetve 5 ponttal. Úgyhogy ez egyenlőre nagyon jól néz ki. Kovácsnak kell majd odafigyelni a faltoknál. Kettőt szedett össze az első játék részben. Bizony azért, ha végignézünk a padon, akkor főleg fiatalokat láthatunk. Olasz Ádám talán a legnagyobb NBA gyárcsoportos rutinnal rendelkező játékos, úgyhogy azért ezt a mai csatát hát leginkább 5 játékossal kell megvívni. Míg azért a körmend kis padja jóval, de jóval hosszabb. És ha már kispad hosszúság, illetve az opciók, február 21-ig tart az átigazolási ablak. Eddig van ideje a csapatoknak még variálni a kereteken. A Szedeáknak is egyébként lenne még lehetősége egy légiós keresni, és a klub figyeli is az átigazolási piacot, figyeli a szabad ügynököket. De hát nyilván nincs könnyű dolga a tiszapartiaknak, hiszen azért minőségi játékos találni a szezon ezen szakaszában nem könnyű, és hát nem beszélve arról, hogy rendkívül rövid idő van összerakni, összeszoktatni a csapattal az esetleges érkezőt. Már pedig nagyon úgy néz ki, hogy az alsóházra kell majd készülnie idén is a Szedeáknak, ez pedig egyáltalán nem egy csábító opció, hogyha játékosokat kell keresni. Körének viszont nagyon jó a triplája. Morris Curry, az első triplája a mai meccsen, kettőből semmi volt eddig, beleállt a harmadikba, és az már jó volt. Egyelőre jó a védekezés, Ferenc nagyon messziről, aztán mindenit. Hát Ferenc Csabának úgy tűnik, hogy már ez is zicser, még mindig ez is zicser. Elhalkult egy ideig, egy időre a az új szegedi sportcsarnok. Curry egyedül oldja meg, megoldja. A második negyed eleje egyelőre Morris Curryről szól. Ítélet nincs, a labda viszont marad a körmendnél. Castrati próbálta volna meg bevinni, reklamálja a faltot, ami nincs, de a labda marad a csapatánál. Castrati. Belemenés. Az Castrati sem nagyon akarta elinni, de mondjuk úgy, hogy Kovács Ádám védekezett jól. Én megmondom őszintén, elsőre nekem úgy tűnt, mintha elcsúszott volna Kovács. De Castrati kapja meg a faltot. Aztán lehet, hogy most mégis megvideózzák majd addig-addig reklamált Castrati.
Megmondom őszintén, nekem sem tűnt ez belemenésnek. És addig Matthias Zollner odahívja övéit. Kis taktikai megbeszélésre. Na nézzük, mi a verdikt. A labda marad minden esetre a Szedeáknál, úgyhogy nincs változás. Curry. Krapic. Hát itt aztán volt láb két játékostól is. Német és Taylor is lábbal ért labdához. Kerpe Frónius. Ashbury. Krapic. Nagyon keresné Curryt, nem adta végül, Krapic, falt. Ez két dobás lesz. Krapic nagyon bátran játszik. És jó az első büntetője. A második azonban rövid, de így is kialakul az eddigi legnagyobb különbség. A találkozó 29-19, nem bizony 10 pont a Szedeák előnye. Akkor, amikor 2 perc telt el a második negyedből. Rövid a tripla, Curry hozza a labdát. Kovács. Krapic. Hajszálon múlt, hogy Ferenc elcsenje, aztán Krapic eladja. Német. Kerpe Frónius. Ashbury-től kapta Curry a zárást, Kerpe Frónius beleáll, és jó a tripla! Első pontjai Kerpe Frónius Balázsnak. Na hát, ha megjön az ő dobó kedve is ettől. Krapicsé a falt. És Krapics le is megy, a helyére pedig érkezik. A fiatal játékos Majer Ákos 20-assal. Krapicsnak is muszáj pihennie egy kicsit. Reméljük, hogy ezt azért annyira nem fogja megérezni a csapat. Szépen védekezett végig Kerpe Frónius, de Német Ákos szépen csinálta meg, majd széttárta a karját, hogy miért nem volt ítélet. Kovács. Köré. És bejön, betáncol a labda a gyűrűbe. Jó a tripla. 35-23. Tizenkét pontos előny. Ferenc kapja. Ismét beszórja. Egy jó lépéssel a tripla vonalon túlról. Ajaj, ajaj. Megmenti még Kerpe Frónius. Majer, Kovács. Eléggé dadogott most ez a labda felhozatal. Curry. És már nagyon odafigyelnek rá.
és el is veszik a labdát. Azt jelzi a játékvezető, hogy még körre jutott oda. Turner. Taylor harcolt ki egy faltot Ashburyn, és lejön az amerikai, olasz Ádám érkezik a helyére. Ashburynek is jön egy kis pihenő itt a negyed közepén. Sekulovic mester úgy van vele, hogy most van egy jó 10 pontos előnye a csapatnak, talán most belefér egy kis pihentetés. Gyűlnek időközben a szegedi faltok. És ez egy jó védekezés volt olasz Ádámtól. Egész egyszerűen kihasználta, hogy dupla akkora, mint Frank Turner. Nem engedte az amerikait a gyűrűhöz. Úgyhogy a Szedeák hozhatja a labdát. Kovács. Neki kell megoldania ott Edwards-zal szemben. Edwards ütötte ki. Mayer. Jól kapja vissza Kovács. Aztán egy pici technikai hiba. És Turnerről gurult ki a labda. Ferenc. Ez most rövid. Pedig ez zicser volt. Kovács. Kerpel Frónius. Villám gyorsan felhozza a labdát a Szedeák. Curryhez kiosztás. Curry inkább bemegy. Curry szabad dobást szeretne. Meg is kapja. Polányi Kristóf is érkezik a pályára. Méghozzá Curry helyére. Rendkívül fiatal csapat most a pályán a Szedeáknál. Kerpe Frónius. És csak magyar játékos, ami talán még fontosabb. Kerpe Froniusról ment ki. Ő sem érti, hogy hogyan. Jó pár perce nem láttunk már kosarat a mérkőzésen. Taylor. Olasz Ádámot bolondítaná, el is megy mellette. Aztán második szándékból sikerül csak bepofozni a labdát. Mayer Ákos is érkezett. És aztán német Ákos próbálta meg eladni, hogy odaütött neki Kovács. Színészkedésért kapott egy faltot. Polányi. Olasztoljon az elzárás. Curry-e a falt, és Polányi dobhat két büntetőt, hiszen a körmentnek több mint 4 perccel a negyed vége előtt kigyűltek a csapat faltjai. Nem jó Polányi első büntetője.
Ez viszont már jó. Kerpek Kronius Balázs is lemegy, úgyhogy a kezdőötösből már csak Kovács Ádám van a pályán, érkezett Kerpek Kronius helyére Balogh Szilárd. Taylor segítette ki Turnert. 36-30. Két labdányi. A körment hátránya. Villám gyorsan eltüntette az ezüstérmes hátrányát. Majer szép passz olaszhoz. Hát Taylor elvette a labdát. Erőszakosabb volt most. Majer ütött oda Edwardsnak. Két büntetővel jöhet az amerikai. A fiatalok harciasságával, küzdő szellemével abszolút nincsen probléma. Ez pedig beszédült. Olasz. Polányihoz. Beleáll bátran. Nem jó. Viszont Olasz megszerzi a labdát. Aztán Kovács pedig elkapkodta. Astráti. Zicserig kiátszott akció volt ez. 36-34. Eltűnt a 10 pontos előny. Kovács le a sarokba, Majer nem áll bele, inkább beviszi, kijön, kicsit Olasz Ádám is zavarta ott érzésem szerint, Majer a földre kerül, na, mert mindenki a földre került. És Kovács Ádámra fújnak faltot, ha jól láttam. 35-23 volt az állás, amikor 12 ponttal vezetett a Szedeák, de hát Szekulovics mesternek muszáj volt cserélnie, hogy a kezdőötös legalább négyen kapjanak egy kis pihenőt. Azóta sikerült egy pontot dobni, míg a körmentnek egyelőre 11-et. A Morris Curry még ezen javíthat. Egy pontra jön fel a körment. 36-35. Polányi. Majer. Olasz. Kovács. Beleáll. És bent van Kovács Ádám. Hát Kovács Ádám remekül érezte meg, hogy most azért neki kellene a vezérnek lenni a pályán. El is vállalta a dobást, próbálkozik is becsülettel. 38-35. Curry. Nem jó a tripla Castrati-tól. Polányi, Balogh, Olasz. Polányi, és Zicserből adja ki Polányi. Ha ez bemegy, akkor még jobb, így viszont! Májer Ákos! Jó a tripla! Hát mit művelnek a fiatalok? És ez meghozza a szurkolók hangját is.
Edwards csillapítja egy kicsit a kedélyeket. Kovács. Kevesebb, mint egy perc. Olasz, az jó labda. Be lehet fordulni. Így van. Olasz Ádám. Első pontjai a találkozón. És úgy néz ki, könnyen lehet, hogy hiába ez a tartalékosabb felállás, az is lehet, hogy szegedi előnnyel vonulhatnak pihenőre a csapatok. Még egy támadása biztosan lesz majd a most pontot szerző vendégeknek. Balog, Olasz. Balog hagyja. Ez most szerencsés volt. Olasz. Ez könnyelmű passz volt. Az pedig láb volt. A Castrati végig robogott vele. Szeklovics mutatja, hogy gyorsan hozzuk fel a labdát. Curry. Hát az a vége nagyon kapkodós volt. Volt itt minden. De egyelőre a fiatalos lendület megőrizte a Szedeák előnyét, mert bár hiába volt 12 pontos vezetése a Szedeáknak. Már most néhányan állva tapsolnak a fiataloknak, akik nagyon nagyot küzdöttek itt a második negyed végén. És bizony a szünetben 43-41-re a Naturtex STS Szedeák vezet. És hogyha majd az első csapat is tudná mondjuk hozni azt, amit az első negyedben, akkor itt egy egészen ígéretes második félidőnek nézünk elébe. Ismételten csak nagy szeretettel köszöntöm a Szeged Televízió nézőit. A félidőben Naturtex STS Szedeák Aegis Körment 43-41, és hogyha egy kicsit kutakodunk a történelemben, akkor láthatjuk, hogy szinte napra pontosan 3 évvel ezelőtt, 2017. február 18-án a Magyar Kupa bronzmérkőzésen sikerült nyernie a Szedeáknak a Körment ellen, és emlékezhetünk, hogy az bizony egy történelmi győzelem volt, az a 72-66-os siker, hiszen akkor érte el a Szedeák a Magyar Kupában története legjobb szereplését. A bajnokságban már évek óta nem sikerül két várra fektetni a legutóbbi szezon ezüstérmesét itt az újszegedi sportcsarnokban. Most viszont az első félidei játék alapján reménykedhetünk egy jó folytatásban. És hogyha kicsit hosszú távra nézünk következő idényeket, szezonokat, akkor bizony ezekben a szegedi fiatalokban is lehet reménykedni, hiszen Polányi, Balog, vagy éppen Mayer egészen ígéretesen szállt be az Európa Kupa Adria Liga induló Körmend ellen. Most viszont érkezik majd vissza a pályára a kezdőötös, alig ha nem. Ante Krapiccsal, Kerpen Frónius Balázssal, Kovács Ádámmal, Brian Ashbury-vel és Maris Curry-vel. Krapics beszél még, illetve egyeztetett még Szekulovics mesterrel. Mint még a mesternek, Kerpen Frónius Balázshoz is van még egy-két szava. Körment kezdi majd a második félidőt. És tehát 2 pontos szegedi előnnyel vágnak neki a folytatásnak a csapatok. Turner. Ferenc. Kerpel Fróniuszé a falt. Ezekre viszont nagyon-nagyon oda kell figyelni, hiszen a végjátékra mindenképpen szükség lesz majd az első csapat játékosaira, úgymond. És a faltokkal nagyon-nagyon okosan, csínyán kell bánni. Taylor. Villámgyors egyenlítés. Kerpel Frónius. Ashbury. Köré. Nem kapott valami jó zárást. Kovács beleáll a triplába. Rövidnek tűnt a dobása, és az is lett.
ez is belemenés, remek védekezés Kovács Ádámtól. Nem sikerült idejében Justin Edwardsnak megállni a Kovács előtt. Ez már a második volt Kovácstól, amit láthattunk. Az első félidőben Németh Ákoson védekezett jól. Curry. Kovács. Krapics. Curry. Pillanatig megnézte a gyűrűt. Krapics valahogy még megmenti és kihozza a bolyból. Kerpefronius a sarokból. Jó a tripla. Második három pontosa. Durázi. Turner. Krapics üti ki. Jó védekezés. Durázi. Kihozza. Azonban letelt a támadó idő, most nagyon nem figyeltek a vendégek. Durázinak eszébe sem jutott rádobni a labdát. Taylor egyébként nagyon magabiztosan vágta be ezt a triplát, de hát szerencsére ez már bőven-bőven játékon kívül volt. Köré. Leszették az átadását. Nem is megy oda Curry, nem bántja Edwardsot. Kovács. Fölhozza Ferenc mellett. Durázi kapja a faltot. Curry. Krapics beleáll, ez nem lesz jó. Turner. Le a sarokba. Jó a tripla. Justin Edwards. És ha emlékezetem nem csal, akkor először vezet a találkozón a körment 48-46-nál. Ashbury. Kovács. Bemegy Ferenc mellett. Ide jó lett volna. Bemegy. Ez a dobás Kovácstól. Hát reméljük, hogy majd a két büntető fog bemenni. Mivel egyébként megint hadilábon áll a Szedeák, hiszen 8-ból mindössze 3 ment be. Kovácsnak egyelőre egy sem. Viszont ez bent van, ez a lényeg. Reméljük a következő is. Turner, a 2.44-es, mondanám, hogy csatája, de hát Currynek esze ágában sem volt bántani a Turnert, hogy komolyabban védekezni. Kovács eladja. Edwards. Ferenc Saba nagyon kéri, beleáll. És persze, hogy jó a három pontosa. Kíméletlen Ferenc Csaba ezekkel a triplákkal. Időt is kér Szekulovics mester. Mert ez a negyed egyenlőre nagyon nem néz ki jól. Egyelőre 8 ponttal nyeri ezt a negyedet a körment. És hát említettem a találkozó elején, hogy mindkét csapatnak szüksége lenne tulajdonképpen a győzelemre. A körmentnek azért, hogy tovább tapadjon úgymond a Falkóra, illetve hogy növelje előnyét az atomerőművel szemben. Jelenleg most 2 győzelemre van az első helytől, és 2 győzelemre van a harmadik Paks
a körmentől, míg a Szedáknak tetemes a lemaradása a 12. Sopronhoz képest. Hiszen a Sopron 7, a Szedák pedig 3 győzelemmel áll. Az nagyjából borítékolható, hogy idén is az alsóház jut majd a csapatnak az alapszakasz után a középszakaszban, de hát nagyon nem mindegy, hogy milyen győzelmi rátával menne bele abba a csapat. Köré. Beleérnek a passzába. Hát átdobni a nálánál egy fejjel magasabb körmendieket nem a legokosabb döntés Curry-től. Ferenc Csaba pedig ismét bezúdít egy triplát. Elképesztő finom keze van a körmendiek csapatkapitányának. Curry. Jó a kiosztás. Curry kapja vissza. Jön a válasz, jól van! Ez most nagyon kellett, talán mondanom sem kell. Ferenc. Hát ez is bemegy, persze, hogy bemegy. Ferenc Csaba valami elképesztő mutatóval, ami a triplákat illeti. 6-ból 5. Ashbury küzdött nagyot. Turner. Az lökés volt, így van. Kerpe Frónius Balázs. Azt reklamálja, hogy talán őt is lökték, ezért lökte az amerikai Travis Taylort. De hát ez mindegy. Most már. És érkezik a pályára egyessel Mike János. Kerpe Frónius Balást váltja. Ferenc. Érvénytelen a kosár. Krapicsra fújtak egy faltot, úgyhogy marad a labda a vendégeknél. Ferenc most már nagyon-nagyon szoros őrzést kap Krapicstól. És egy labdaszerzés, Kovács lódulhat meg. Jó a kiosztás Currynek! Ez egy szép lerohanás volt. És nem jön a válasz. Kovács Ádám az asszisztja után most szed egy fontos lepattanót is. Curry. Krapics nagyon kérte a sarokban. Eljött kiaszt egy nagyon szép asszisztot Ashburynek. És rögtön fölzárkózik 3 pontra a Szedeák. Most kéne egy jó védekezés. Edwards. Castrati. Mike ütött oda neki. Hát ha valakinek faltolnia kell, akkor az egyértelműen Mike lesz. Ferenc. Német. És Curry leszeri a lepattanót Taylor elől. Mike beleáll. Pattint egyet, aztán nem merte bevállalni a hármast. Curry, ő viszont igen. Kovács üti ki a labdát Krapicshoz. Kovács Ádám nagyon nagyot megy ezen a találkozón, nagyon nagyot küzd. És ha már nem volt ott senki, akkor nagyjából ott a büntető vonalról gondolt egyet és bedobta. A
Kovács Ádám, mint hogyha ezt a szezont nem is a másodosztályú Veszprémbe kezdte volna meg. Közben egy zsák Taylortól. Ashbury elveszíti. Kár ezért. Curry nagyon mutogatta egyébként Kovácsnak, hogy passzolja oda Ashburyhez, aki meg is kapta, belement a cselbe, és elveszítette a labdát. Ez egy könnyelmű pont volt most a körmendnek, amit oda ajándékozott a Szedeák. 2,5 perc van még hátra a harmadik negyedből. 63-58-ra vezet a körmend. Hát néhány perccel ezelőtt láthattuk, hogy simán el tudja tüntetni ezt a kis különbséget a Szedeák. Mike? Curry kapja. Kicsit volt rövid a dobás. Kovács ment oda kelleténél nagyobb lendülettel. És mivel ez az ötödik falt volt már így, Castrati nem az oldalvonalról, hanem a büntetővonalról jöhet. Mindkettő jó. Mike? Ott hagyja Currynek. Krapic kapja. Rövid a dobása. Ashbury kezéből pedig kimarják a labdát. Castrati beleáll, és bevágja. Jó lenne megfogni ezt a maradék 2 percet, ami még hátra van ebből a negyedből. Mert most lendületben van a körmend, és ez a 2 perc még elég ahhoz, hogy egy tetemes előnyt kialakítson az ezüstérmes. Én ezt úgy láttam, hogy Krapicsról ment ki, a játékvezetők viszont nem, és ez a fontos, hogy ők mit láttak. 10 pont jelenleg a körmend előnye. Nagyon-nagyon kellene pár Szedeák pont. Ashbury egyelőre tőle nem sokat láttunk itt a harmadik játék részben. Curry dob egy homályt. Castrati. Szép labdaszerzés Kovácstól. Már nem nagyon van ereje felfutni. Curry ebbe is beleáll. Az viszont jó. 21 pontnál Maurice Curry. Könnyen lehet egyébként, hogy megdönti majd az amerikai az eddigi Szedeákos csúcsát. Ugye 4 meccse van az amerikainak, és a Kecskemét elleni idegenbeli bajnok indobott 28 pontot. És jelenleg 21-nél jár, és még van hátra egy negyed. Úgyhogy akár új karrier csúcsot is beállíthat köré. Egyelőre viszont német Ákos büntetőit figyelhetjük. Az első lejön a gyűrűről. A második viszont jó. 8 pont. Kovács. Szerencséje van, hogy Ashbury ezt megmentette. Curry. Ezt egyedül fogja megoldani. És bezúdítja ezt is. Maurice Curry. Már is csak 6 pont. Ez már mindjárt vállalható különbség. Főleg így Kovács lódolt meg.
nem is biztos, hogy el kell azt rohanni, de így aztán még jobb! Kovács Ádám! Jó a kosár, és még egy büntető is jöhet. Még jó, hogy nem hallgatott rám Kovács Ádám, és bátran bevitte. Hát egy 2 plusz 1-es akció a jutalma. Köré jön le, erre a maradék bő 25 másodpercre. Nem jó azonban Kovács büntetője. A mai találkozón egyébként ez az a talán az egyedüli dolog, amiben hadilábon áll, vagy amivel hadilábon áll Kovács Ádám. 5-ből egy büntetője ment be. És egyébként is a Szedeák hozza sajnos gyenge büntető mutatóját, 11-ből 4 a mai meccsen. A túladalon 11-ből 8. Viszont ez a védekezés most rendben volt. 2,5 másodperccel a negyed vége előtt időt kér Matthias Zollner. Úgyhogy 1 perc szusszanás, amíg azt a 2 másodpercet lejátszák a csapatok, majd egy újabb pihenő a harmadik és negyedik negyed között. A harmadik játék részben azért a Körmend már megmutatta, hogy miért is jutott el az előző idényben a bajnoki döntőig, miért is állt helyt az Európa kupában. De a Szedeák előtt le a kalappal, mert nem engedte, hogy leszakítsa jóval esélyesebb riválisa. És 10 pontról is visszakapaszkodott egy gyakorlatilag egy labdás mérkőzésre. És bár az utolsó 10 percet majd minden bizonnyal a Körmend várhatja előnyből, de korán sem lefutott még ez a találkozó, és az idei szezont, hogyha nézzük, akkor ez bizony nagy szó, hiszen a jóval esélyesebb csapatok úgy jöttek ide az újszegedi sportcsarnokba, hogy azért a negyedik negyedre nem nagyon maradtak már kérdőjelek. Egyelőre viszont ez a találkozó abszolút nyílt. Curry. Egy dulaszavas dupla. Travis Taylor. Ez nem esett jól. Úgyhogy a 3 pontos előny 5-re hízott. 71-66 az Aegis Körmend javára az utolsó játékrész előtt. Kereken 30 pontot dobott ebben a negyedben a Körmend, míg ugyanakkor a Szedeák előtt is le a kalappal, hiszen ugyanúgy 23-at termelt, mint az első negyedben. Hát a túloldalon most még jobban beleúztak a felek, elsősorban azért Ferenc Csobát kell kiemelni a tripláival. Mint mondtam, azért várjuk ki ennek a találkozónak a végét. Ante Krapić egy kicsit leállt a mezőnyben, hiszen 11 pontnál jár úgy, hogy ebből a 11-ből 10-et az első negyedben szeret össze, azóta viszont csak egyetlen egy pontot tudott dobni, ugye azt is ugye értelemszerűen büntetőből. Morris Curry 24 pontnál, Kerpel Frunius Balázs 6 pontnál. Érdekesség, hogy ő mondjuk csak triplából volt eredményes, duplája még nincsen. A fiatalok is hozzátették a padról a magukét. Ashbury neve mellett talán szolíd az a 10 egység, ami eddig ott szerepel, hiszen ő azért 20 pontot átlagol eddig a bajnokságban. De hát rá nagyon odafigyelnek, ez látszik. Hogy Matthias Zollner
felhívta a figyelmet az amerikai centerre. Ashbury, Curry, Krapic, Kerpefronius. Vége lesz a támadó időnek közben. Rövid volt a tripla. Úgyhogy az utolsó negyed első támadása nem zárult szegedi kosárral. Nézzük az első körmendit. Taylor. Ashbury-vel leszel most a két négyes. Nem jó Taylor duplája. Curry. Kerpefronius, ez nem lesz jó. Krapic küzd. Labda viszont Jordan Barnardo-é. Curry. Illetve, bocsánat, Turner az. Castrati. Ashbury jutott oda, aztán valahogy mégis a fekvő Castrati elé kerül a labda. Varnado dobása nem jó. Német. Belemenés. Kovács Ádám harmadjára adja ezt elő. Ezúttal is bevált. Nincs pont egyelőre a negyedik negyedben. Curry. Itt viszont egy szabálytalan zárás. Krapic a vétkes. Nem is Krapic, bocsánat, Kovács volt. Talán egy kicsit, mint hogyha ideges lenne a Szedeák. Mint hogy egy kicsit feszültebbek lennének a játékosok. Talán az esélytől, hogy ebből akár még egy győzelem is összejöhetne. Akár, nagyon halkan kérdezem csak. Castrati, kijön az itzere. És egyébként is kap egy fújást a Szedeák. Kerpefronius Balázsnak, Ante Krapicsnak és Kovács Ádámnak van a 3-3 faltja, ha már a fújásoknál tartunk. Úgyhogy nekik azért már oda kell figyelni. Krapic beleáll a triplába, és jó a tripla! Ante Krapic 2 pontra zárkóztatja fel a Szedeákot. Curry. Krapic nagyon okosan nem bántotta Taylort. Tehát Várnádot, bocsánat. Ashbury. Krapic. Curry. Várnádói a falt. Semmi nem látszik. Cvolle elleni sérüléséből Várnádónak. Igaz, pontja nincsen. Curry. Ashbury kapja. Jó a dupla. 2 pontra jön fel a Szedeák. 71-73. Turner. És most kéne egy jó védekezés. Jó a kiosztás. De nem jó a tripla, és ez a labda Kovács Ádámé. Bármi is legyen a forgatókönyv, én nem ért bele. És az egyenlítésért támadhat a Szedeák. Szrecsko Szekulovic haláli nyugalommal a kispadnál. Köré.
Hajszál ilyen sikerült labdát csennie Edwardsnak. De már kilépett a játékszerrel. Ashbury. Curry. Belepiszkálnak a passzába. Német. És Krapicsen labdát! Mit megy a horvát? Becsúszva próbálta meg megmenteni azt a labdát. Nem sikerült, de ezért jár a taps. Német. Kerpe Frónius kioszt egy blokkot. Jó védekezés. Sportcsarnok feljárójánál pedig egyébként Podóriárd, Mirko Alilovics, Stanislav Kasparek, Sigur Manson, Bombács és Bánhidi Bence, a Molpik Szeged játékosa is megnézik itt a végjátékot. Szabálytalan labdaszerzés. Ezt most Kovács megköszönheti a játékvezetőknek. Kerpe Frónius. Krapics kapja. Nagy ütközés. Nem fúj a játékvezető. Ashbury duplája viszont jó. ...73-75. És így mondjuk nem baj, hogy nem fújták le Kerpe Froniusszal való ütközést. Varnado első pontjai. Kis közjáték után folytatódhat a találkozó. Lassan eltelik az utolsó negyed fele is. 5,5 perc van hátra a találkozóból. Kovács. Kastráti elcsúszik egy picit. Krapics. Picit volt csak hosszú. Turner. Kiperdül a labda a kezéből. Curry nem tudja megmenteni. És kiperdül a labda Taylor kezéből. Elképesztő, mit küzdött ott a két amerikai irányító, hogy aztán Taylor elbaltázza a könnyű lehetőséget. Curry. Kerpe Frónius. Kovács. És ez így a körmendé. Bő 4 perc még mindig hátra van, és mindössze 4 pont a különbség. De most már támadásban is valamit mutatni kell. Jó a védekezés. Curry kilép, de nem dobja rá. Inkább végigrobog a palánk alatt. Krapicstól kapja vissza. Le a sarokba Kerpe Frónius, ki Kovácshoz. Ashbury, most lép be Kerpe Frónius. Ez is akár egy zicser lehetett volna. Megmenti még Kerpe Frónius, de Curry nem tudta eldobni időben, letelt a támadó idő. Hát ez nagyon hektikus támadás volt.
senki nem merte elvállalni. Amikor meg lett volna lehetőség, akkor a paszt választotta Kerpe Frónius. És talán azt nézik, hogy volt esetleg falt Curry dobásánál. Úgyhogy birtokolta-e, ami talán a nagyobbik kérdés, Curry a labdát a labdaszerzésnél, hiszen akkor, hiszen utána megszerezte Kerpe Frónius a labdát, és akkor viszont újraindulna a támadó ideje a Szedeáknak. Úgyhogy ez a nagy kérdés most. Nagyon nem lenne mindegy, talán mondanom sem kell. És úgy tud egyébként meccsben lenni a Körmendel, a Szedeák, hogy 20 eladott labdája van már. Viszont egy egészen elképesztő 60%-os dobó százalék a csapat neve mellett. Amiből most azért kevesebbet láthattunk az utóbbi percekben, az tény. Na, mi lesz az ítélet? Ha minden igaz, akkor bizony a Szedeáké a labda. Hiszen akkor ezek szerint Turner eladta a labdát, birtokolta a labdát, majd eladta, így akkor nem pereghetett volna le ugye a támadó ideje a Szedeáknak. A lényeg az, hogy Kerpe Frónius Balázsék újra próbálkozhatnak. Ashbury egyedül oldaná meg Taylor mellett. Krapic mit melózott ezért a labdáért? Kettő pont. Turner. Edwardsnak a kiosztás. És nem jó a tripla, és megszerzi Curry a lepattanót. 3,5 perc. Az egyenlítésért támadhat a Szedeák. Krapic, ha bemegy, akkor vezet a Szedeák, de nem megy be. Turner. Edwards. Kiosztaná, de nincs kinek. Edwards. És Ashbury megszerzi. Tanácstalan volt most nagyon az amerikai. Ezt használta ki Ashbury. Kovács. 3 percen belül. Kinek lesz bátorsága itt már vállalni a végén? Ez is egy nagyon fontos kérdés. Ashburynek például, Brian Ashbury, és időt kér Matthias Zollner. Mert hogy 2 perc 38 másodperccel a találkozó vége előtt egyenlít a Naturtex STS Szedeák, és egy teljesen új mérkőzés indul itt a végén. Faltokkal is nagyon jól áll a csapat. Még egyet-egyet akár oda is lehet ütni majd Kerpe Froniusnak, Krapicsnak vagy Kovácsnak. És ez így, bármi is lesz már most a vége, én azt hiszem, hogy abszolút kalapot emelhetünk ezelőtt a mai Szedeák előtt, hiszen sérültekkel tizedelve, gyakorlatilag ifi csapattal a kispadon, 3 légióssal a keretben. Nem csak, hogy partiban van, de esélye van a bajnoki ezüstérmes ellen a győzelemre. És akkor nézzük ezt a maradék 2 perc 40 másodpercet időközben. 2 másodpercet visszaadtak a játékvezetők az órához. A labdát a pirosmezes vendégek hozhatják. Megjön a közönség hangja is. Turner.
Majdnem kiperdült Edwards. Kezéből a labda, Kerpefróniusnak kell védekeznie. Jól védekezik Kerpefronius. Ki a labda? Kovács Ádámé a labda! Kerpefronius. Curry. 10 másodperc. Krapić. El kell dobni. Krapić, de szépen viszi végig! 79-77! Szerencsére ott folytatja Krapić az utolsó negyedben, ahol az első negyedben abba hagyta, mondhatjuk, hogy végigaludta a mérkőzés közepét, de a legjobbkor lendül ismét játékba, egyenlít közben a körment, 79-79. Az idegek harca is lesz ez most már. Másfél perc a találkozóból. Halkan jegyzem meg, hogy még akár a hosszabbítás is benne van. Curry beleáll. Rövid a tripla. Turner. Edwards. Varnado. Turner. Varnado. Nem jó a triplája, és azt... Hát az érzésem szerint Taylorról ment ki. De mint eddig is, az a fontos, hogy mit látnak a játékvezetők. A játékvezetők pedig azt látták, hogy Kovácsról ment ki. Kereken egy perc a mérkőzésből. 13 másodperce van a körmentnek a támadó időből. Egy alley-oop. Nem tud befordulni Taylor, és kilépett Taylor, így van! De faltot fújnak a játékvezetők. Egy pillanatra már megörültem. Visszaugrik 14 másodpercre a körmendi támadóidő. Turner. Kerpefroniuszi a falt. Neki a negyedik. Ferenc Csaba dobhatja be. Hát ha végig pörgetik ezt a támadóidőt, akkor egy percig támad most a körmend. Varnado, Ashbury, na mi lesz az ítélet? Védőfalt. Ashburyre fújják a faltot. Szerintem hallják a reakciót a lelátóról. Büntető nincsen. Viszont Ashburynek is három faltja van már. És ismét visszaúrik a támadó idő ezzel. Most már több mint egy perce védekezik a Szedeák egyelőre hősiesen. Ferenc Csaba. Nem szabadna őt engedni dobni. Turner. Beviszi. És jön az időkérés Sekulovics mestertől. 27,9 másodperc van még hátra ebből a mérkőzésből, legalábbis a rendes játékidőből. Ami azt jelenti, hogy majdnem 4 másodperc marad még a találkozóból. Legrosszabb esetben is. Úgyhogy nagy kérdés, hogy most mit fog kitalálni a mester. Hogy megpróbálkozik egy gyors kosárral és aztán egy jó védekezéssel. Vagy lepörgeti a támadóidőt a csapat és rámegy egy utolsó másodperces kosárra és a hosszabbításra.
Hát nem tudom, hogy melyik lenne a biztosabb. És hogy vajon kire fog kijönni az a figura. Én innen úgy látom egyébként, hogy három játékos pozícióját is a tripla vonalon kívül jelölte meg azon a táblán Sekulovics. És még az sem kizárt, hogy rámegy a győzelemre a Sedák egy triplával, hiszen 81-79-re vezet a körment, egy duplával egyenlíteni a Sedák, triplával pedig átvenni a vezetést. Turner. A 2015-16-os szezonban volt egy 80-79-es győzelme a körmentnek, az nagyon fájó volt, hát most is nagyon fájó lenne egy ilyen szűk vereség. Turner lepörgeti a támadóidőt, és ő fogja elvállalni. Tripla, és kilépnek rá, itt a vége. Addig-addig állt Turner, addig-addig várt azzal a dobással, ami kilépett rá Travis Taylor, és beblokkolta. A lerohanása még jó volt a körmednek, így 83-79 ez a végeredmény. Hát kedves nézők, nagyon vegyes érzelmekkel búcsúzom önöktől és ettől a mérkőzéstől, mert ebben a mérkőzésben sokkal több benne volt, mint ami végül lett. De ugyanakkor meg le a kalappal a csapat előtt, hogy egy ilyen szoros, ilyen kiélezett mérkőzést tudott produkálni a tavalyi ezüstérmes Aegis Körmend ellen. Én ezekkel a képekkel búcsúzom. Ha a Sedák ezt az arcát tudja mutatni a szezon átra levő részében, akkor azért még lehet szép vége ennek az idénynek. Kedves nézők, a vége Naturtex STS Sedák Körment 79-83. A munkatársaink nevében is köszönöm megtisztelő figyelmüket.